A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Most kedves nézőink, egy olyan ember a vendégem, aki megtestesíti Kosztolányi Dezső kívánalmait, aki azt mondta, a vers néma adj neki hangot. Kis Gábor, szervusz, tisztelettel köszöntöm. Üdvözöllek, köszönöm, örülök, hogy itt látok. Beszélünk az indítatásról, meg az új könyvedről, meg hiszen az 1000 vers közel vagyunk már hozzá, ez pedig meg annyi ízig-vérig 21. századi varázslat, ha úgy tetszik. De előtte beszélgettünk, és ugye nemrégiben jöttél meg Amerikából, egy kicsit az amerikai élményeidről, hiszen ahogy mondtam, hogy te magad is ízig-vérig 21. századi vagy, és hát a tengeren túlon, New Yorkban, meg az összes többi csodálatos helyen azt hiszem, hogy olyan impulzusokat kap az ember fia, ami itthon elképzelhetetlen. Így van. Hát, hogyha ugye őszinte akarok lenni, akkor az impulzus ez mind a két irányú. Tehát, ha belegondolok 5 éve, nem gondoltam volna még, hogy én át fogok jutni a mondjuk úgy, hogy a nagy pocsaján túlra, mi csak így szoktuk nevezni. És most már sikerült másodszor is. Tehát egy 1,5 éve sikerült eljutni a nyugati partra, most sikerült eljutni a keleti partra. Mindegyikben volt pozitív és negatív impulzus is, mert kicsit ez a, úgymond az amerikai álom azért egy picit úgy összetört. Tehát sok város volt, amire azt mondtam volna, hogy én nem élnék itt, de volt 2 olyan is, amire azt mondtam, hogy igen, mert például Orlando csodaszép volt, és a másik oldalt San Diego, de ugyanakkor Los Angeles, Miami viszont csalódás volt, mert ott, amit láttunk mi itthon, az inkább csak a kirakat. Tehát egy óriási, hát ami jellemző, meg hát amit mindenki tud, hogy egy óriási felépített kirakat ország, mondjuk így, amiben, hogyha belépsz, akkor ez a kirakat egy kicsit úgy összedől, és meglátod, hogy milyenek a mindennapok. Amit a legfontosabb talán, amit úgy mondom, hogy el lehetne tanulni tőlük, az az életnek a könnyedebb megfogása. Tehát, hogy ne feszüljünk meg annyira minden napba, ezt mindenhol lehetett látni, a türelmet is lehetett látni, tehát akár a közlekedésben, ha úgy volt, hogy na most nem férek be, akkor nem férek be, majd bemegyek a legközelebbi lehetőségnél, nem siettek. Igazából ez volt az, amit eltanulnék tőlük. Amit nem tanulnék el, meg ami feltűnő volt nekem, mint valamilyen szinten környezettudatos embernek, hogy nagyon nem figyelnek a világra. Tehát élik a kis életüket, azt, hogy mi lesz a világgal, azzal meg annyira nem törődnek. Mi vitt a tengeren túlra? Hát, a megismerés szándéka rendben van. A kíváncsiság. Azért bejárni Amerikát, tehát Los Angeles-től New Yorkig, azért az egy komoly út. Igen, a kíváncsiság egyértelmű. Tehát szerettelt, úgymond fönn volt a bakancslistán, ezek a városok fenn voltak a bakancslistán, fenn volt a bakancslistán az, hogy lássuk a Grand Canyont, hogy elmenjünk egy Disneylandbe, egy Universal stúdióba, akár egy ilyen vizes vidám parkba. Tehát lényegében mondjuk úgy, hogy aktív nyaralás volt mindegyik, minden nap szinte programok voltak. Igazából egy véletlen lehetőségből indult az egész, mert van egy gyerekkori jó barátom, aki jó pár éve már elkezdett ilyen kis utakat szervezni, így magán jelleggel, mert ez a szenvedélye, van rendes munkája, és akkor emellett ő szereti ezeket csinálni, és véletlen összesodort minket az élet újra, és így általa tudtunk kijönni. Születik vers az útról? Igen, született az elsőről is, született előre a másodikról is, amikor már tudtam, hogy milyenre készüljek, és született a héten is, miután hazajöttünk. Elmondom őszintén, hogy ez az utolsó, ebbe bent van ez a kis negatív hangvétel is, amit mondtam, hogy igen, hogy kicsit nekik is jobban oda kéne figyelni a virágra. No, tehát akkor most megérkeztünk, ha hazaérkeztél, és az új verses kötet is most már rövidesen kész. Ez egy áttörést jelent, az 1000 vers? Igen, tehát amikor utoljára beszélgettünk, akkor úgy volt, hogy lehet, hogy lesz egy nagyobb szünet. Tehát most nagyon-nagyon
jöttek a könyvek, meg hát ha akarom, akkor most is jönnek, viszont úgy gondolom, hogy néha kell azért egy kis szünetet tartani, de ősszel jött egy ötlet, hogy megint lehetne egy kicsit újabb formába csinálni egy verses kötetet, és hát a kiadó is bíztatott, hogy hát azért az 1000 vers egy nagy lépték, hogy ha úgy érzem, akkor csináljuk meg, ők nagyon szívesen mellettem vannak, és még ami nagy inspiráció volt nekem, ugye beszéltem ősszel még a polgármester úrral, mert mindenfélében szoktunk kb. Egyszer találkozni, és ő is arra biztatott, hogy a város mellém áll, és csináljuk meg ezt a kötetet, mert az 1000 vers nagy szó. És hát meg kell mondjam őszintén, hogy egy ilyen 3-3,5 hónap alatt elkészült a semmiből, szinte most már 170 versnél járok, pont megnéztem kedden. Tehát alakul. És hát az már ezt jelenti, hogy 1000 fölött. Andrásom, viszont nem csodálkozom, hiszen itt van előttem, Királyom az álmunk közös, 1000 éve alszik itt a tegnap, van ki gyorsan múlik, s van aki marad örök, együtt, igen, csak együtt megy tovább, ki szeret, marad, ki nem, van máshol is világ. Ugye ez a te versed, amelyet az András is annak idején posztolt, mégpedig azért, tehát kiderült, hogy egy egészen más stílus jeggyel rendelkezel, és meg tudsz szólítani mindenkit. Tehát a töpörtjüktől már, mint az olvasni tudó fiataloktól, és nem csak azokat, akik a szleng verseket szeretik, ha úgy tetszik. Igen, ez a könyv is így lesz tagolva, tehát megmarad ez, ami az előző kötetben volt, hogy lesz vers egészen a fiatalokhoz, az ő szleng nyelvükön, ahogy mondtad, illetve lesz a könyvnek komoly része, és így az Andrásról beszélve készül újabb Fehérvár vers is, sőt egyenlősen kettő lesz majd az új könyvbe, egy kicsit tovább vívva az előzőt, meg ott is csináltam egy olyat, ami egy kicsit jobban a fehérvári fiataloknak szól például, és készül egy komolyabb is. De mondom, ennek a könyvnek most az különlegessége, igazából ami sikerült kitalálni, hogy nem fejezetekre fog bomlani, hanem szinte olyan lesz, mintha a világ egy óriási lakás lenne, és a helyiségekbe fogunk kalandozni, tehát az előszobától a konyháig, a hálószobától a kamráig, és így fognak készülni a versek. Például a kamra az ugye a legbelső versek lesznek, mert az a szív, kamra ugyanaz, és akkor ott nagyon belső indítatású versek kerülnek majd bele. Konyhában? A konyha az egy nagyon érdekes, ugye egy kedves barátnőm találta ki ezt lényegében, hogy így osszuk fel a könyvet, az ő ötlete volt, és igen, pont ez volt nekem is, hogy de mit tegyünk a konyhába. Igen. És sikerült kitalálni olyanokat, például ott ilyen valóságreceptek lesznek, én így neveztem el. Például van egy olyan, hogy anyuka pite. Ez lesz benn, van hozzá egy kis képecske, és akkor egy kicsi leírás, mint egy receptnél, hogy mi kell hozzá, hogy kell hozzá egy édesanyja, és hogy kell, hogy időt szánjál rá, hogy együtt legyetek, és hogy ennél csodálatosabb dolog nincs, mint az anyuka pite. Mondjuk úgy, hogy ez a fejezet egy kicsit szentimentálisabb lesz, mert van lesz olyan, hogy a jó barátok eledele, meg ilyen kis, hát mint hogyha egy étel lenne, és ugyanúgy le van írva, hogy hogy kell készíteni, hogy időt szánja másikra, hogy egy kis helyet szánja másikra, hogy ne akar folyton rohanni, tehát ilyen dolgok lesznek benne. Tehát kellően játékos lesz. Igen, kellően játékos, ez tényleg egy kicsit szentimentális, de úgy gondolom, hogy fogyasztható. Tehát aki már olvasta, azt mondta, hogy helye van a kötetbe. Igen, hát azért azt tudjuk, hogy a tiéd a szókimondás misztériuma. És mi több ebben az értelemben versíróként több, mint egy réteg számára meghökkentő gondolatokat lejegyezni. De bizonyos értelemben ezt tesz népszerűvé is, meg különlegessé. Ami azt jelenti, hogy a minőség az megmarad, legalábbis nekem, amikor olvaslak téged, a minőség megmarad, csak kicsit más. Én azt hiszem, hogy ez példa lehet a te munkásságod arra, hogy a fiatalokkal hogyan és miként lehet újra megszerettetni a verseket, anélkül, hogy eldobnák a klasszikust. Igen, erre lesz most ugye egy még különlegesebb próbálkozásom, ami végül is egy pár hete jött szintén ötletként, amikor is most egyelőre két József Attila és egy Arany János verset csináltam meg, az úgymond 100 évvel későbbi saját verziómat, és kíváncsi vagyok, hogy ehhez is mit fognak a fiatalok szólni, mert ebből is kettő teljesen az ő nevükön íródott, mint hogyha a mama vers most készülne a mai modern világban, ahol ugye nem elmenjünk anyukához, hanem csetelünk vele például.
és vannak még tervek, hogy ilyen verseket csináljak. És hát én is úgy gondolom, hogy próbálok úgy írni a verseket, hogy hát helyet kap benne egy-két csúnya szó, amikor úgy érzem, hogyha helyén van. Tehát nem szeretek feleslegesen káromkodni, mondjuk így, de mivel a hétköznap is használunk ilyen szavakat, ezért úgy érzem, hogyha nem azért szórjuk bele egy versbe, hogy az hú, de csúnyán hangzon, hanem az tényleg kell oda, akkor azt oda bele kell tenni, meg tényleg a fiatalok nyelvén szólva írni, hogy lássák azt, hogy nem csak olyan verset lehet olvasni, amit lehet, hogy a felét nem értik, mert esetleg olyan nyelvezettel készült. Tehát a szubjektum fontos mindenképp. Szubjektív vagy, én is egyéb iránt, de nem sznobjektív. Ugye arra nagyon-nagyon figyelünk, mert ez így van rendben. Így, meg őszinte. Tehát ami neked nagyon fontos, hogy minden vers őszinte legyen. Tehát ne készüljön olyan vers, amiben úgy érzem, hogy akkor úgymond szembe köpném magamat, mert olyat írok le, amit nem gondolok igaznak. A témaválasztás az mennyire határozza meg egyébként azokat a szófordulatokat, amelyeket használsz? Hát, hiszen maga az a szókincs, amivel rendelkezel, az tulajdonképpen ilyen értelemben végtelen. Így van. Hiszen azért valljuk meg, hogy az én korosztályom, tehát a 60-on felüliek, azért bizonyos értelemben próbálják kerülni a fiatal szlenget. Tehát könnyen lehet, a múltkor hallgattam, a Ciszterci Szent István gimnáziumból jött ki 4 diákot, áldogáltunk, valamire vártam, és megálltak mellettem beszélgetni. Azt nem mondom, hogy a felét nem értettem, mert az így ebben a formán nem lenne igaz, de számtalan olyan szó elhangzott, ami számra újdonságot jelentett. Hát van ez így nekem is, tehát nem szeretek azért mindent használni, amire úgy érzem, hogy az már túl értéktelen, tehát az már a túlmesterkélt, szerintem a halad arra a szleng, hogy használjanak olyanokat, ami tök felesleges szerintem, mert sokkal jobb szavak vannak náluk. De ami ilyen, úgy mondom, hogy barátibb beszélgetésekhez szükséges, azokat beleteszem én is a versbe, meg hát mondjuk így azért most már én is azért előre haladok bőven a korban, de úgy gondolom, meg ez benne van fontos, a könyvben is benne van, hogy ugye a belsőnk számít, tehát nem a külső kéregnek a kora számít, hanem az, hogy a szívben mit érzünk, meg egy kicsit a fejbe, de legfőképp a szívbe, mert amíg ott fiatalnak érezzük magunkat, addig nem számít, hogy hány évesek is vagyunk. És ugye ezt öleli be a könyvbe, ebbe az új könyvbe egy olyan felvezető minden fejezet előtt, ami a kis herceggel történő beszélgetések visszatérnek, tehát ez lesz még a különlegessége a könyvnek, hogy nem csak a versek lesznek benne, hanem minden fejezet előtt lesz egy párbeszéd, mint hogyha a kis herceg visszatért volna a pilótához, de a pilótának már van egy fia, és valamikor a fiával beszélget, valamikor csak ketten beszélgetnek a kis herceg és a pilóta fia, valamikor a pilóta fia és a pilóta beszélgetnek, tehát ott is érintek egy kicsit olyan érzékenyebb témákat, hogy például, hogy miért van az, hogy manapság alig van idő a családba beszélgetni, és sokszor úgy nőnek föl a gyerekek, hogy szinte önmagukat nevelik fel, mert mindenki ledarálja a napi penzumát, hazamegy, és akkor utána esetleg egy-két ilyen kényszeredett kérdés van, hogy na, milyen napod volt, minden, de a válaszra szinte nem is vagyunk kíváncsiak, csak mindenki csinálja tovább a saját dolgát, és ilyenekre is próbálom benne fölhívni a figyelmet, hogy igenis szükség van az úgymond emberi létre is. Igen, ez lesz majd az olvasóknak a megízetlen íz, a parlagi föld, az elgurult göröngy. Most megtapasztalják, hogy egyébként mi történik a hétköznapjaikon. Említetted, hogy lesz egy vendégszerződ. Ez is újdonság. Így van, ez még kidolgozás alatt van. Ugye szeretném, hogy Bánki Beni barátom, aki inkább ugye szlem területén mozog, benne legyen a könyvbe. Egyeztetünk még, nem tudom, hogy lesz-e rá ideje, meg még most ő is vacilál abban, hogy nem először saját művet kellene kiadnia, de van még más jelölt is, van egy énekes barátom, aki fiatal kora ellenére nagyon jó szövegeket ír, a Meringer Marci, még vele is szeretnék beszélni, ha minden jó megy, akkor jövő héten ez össze fog jönni. És igen, van egy ilyen fejezet a könyvben, hogy vendégszoba, ami egyelőre még üresen áll,
Aztán meglátjuk, mert több verzió van itt is, hogy lehetne egy olyan verzió például a vendégszobában, hogy egymásnak felelgetünk, tehát hogy ugye van köztünk azért bőven 25 év különbség, hogy gondolja ő ugyanazt a témát, és hogy gondolom én ugyanazt a témát, tehát lehetne egy ilyen, hogy ugye régen is volt ilyen, hogy a költők egymásnak felelgettek akár versbe, akár szlembe, és akkor így csinálnánk meg a vendégszobát, de van egy olyan verzió is, hogy mondjuk az ő világképét tenném csak bele, és nem szólnék bele. Tehát azért mondom, ez még képlékeny. Ez ugye időnk van rá, igazából határidő nincs, hogy mikorra kell elkészülni. Itt attól függ, hogyha ott akarunk lenni a könyvhéten, akkor korábban, ha nem akarunk ott lenni, akkor bőven van idő. Hát az én részem, ha úgy nézzük, lényegében kész van. Tehát most már mondhatjuk azt, hogy kb. 260 oldalas a könyv jelen állás szerint. Tehát, hogyha akarnám, mondhatnám azt is, hogy kész, de valószínű, hogy ki fogom használni, mert itt nálunk úgy van, hogy mondjuk egy ilyen 300 oldal, amire azt mondják, hogy az egy szép terjedelem régen. Érdekes ez is, hogy amikor kezdtem 20 év, akkor ez 150 oldal volt, amire azt mondták, hogy a verses kötet legyen 150 oldal. Most már szinte a duplája. No, címe van már? Igen, az a címe, a rajzoltam neked egy bárányt. Nagyon jó. Ugye ez is a kis hercegre utal, ez is teljesen véletlen, hirtelen. Emlékszem, még a Balatonnál voltunk egy kiránduláson, és akkor ott van ugye az a bizonyos kis herceghegy, ami annak hívunk, mert úgy néz ki, mint a kis hercegbe az a kis kép, amikor lenyelte az elefántot a kígyó, és olyan, mint egy kalap. És akkor jutott ez eszembe, hogy ugye a kis herceg első mondata, amikor még nem is ismerik egymást, az a kérlek, rajzolj nekem egy bárányt. És akkor, hogy ez eljutott odáig, hogy nem a kisherceg szólítja meg a pilótát, hanem a pilóta a kisherceget, hogy igen, itt van, tessék, rajzoltam neked egy bárányt. No, tehát a felnövekvő nemzedéknek meg lesz az esélye arra, hogy rövidesen a 21. századi szellemi verses mérőeszközét kézbe vegye általad, ez így nagyszerű. Én várom. Várom. Én is várom. Bízom benne, hogy rövidesen kezünkbe kerül. Addig is búcsúzzunk a Fehérvár versed második felével. Barátom, gyűlölettel dugd egy zsákba és dobd kukába. Ez nem az a hely itt a gyermek nevetni, mert otthon a szó mit keresel, rajzol magadnak valódi holnapot. Segítek, hisz érted is vagyok. Veled nem félek, gyere merjünk élni ma is egy igazán nagyot. Nos, hát ezt kívánom a barátaidnak, neked, az olvasóknak, és hát magunknak, és bízom benne, hogy gyorsan megérkezik a kötet, és akkor pedig újra fogunk találkozni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Én is köszönöm szépen. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetés keretében Kis Gábor volt a vendégem, akinek rövidesen egy új verses kötete jelenik meg. Kérem, önök is figyeljék, hiszen megerősítem, hogy érdemes. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.